Előkészítések folynak, az azt jelenti, hogy az összes közművel az egyeztetések, helykérülések, merre megy a közmű. Egyebek, illetőleg ennek a Park utca és a Kandler bejárat közötti szakasznak fog kezdődni az építési munkája első ütembe, tekintettel arra, hogy a vízhálózat is megújul a Park utca és a Kopári sarok között mindkét oldalon, tehát kvázi ott munkaterületünk jelen pillanatban nincsen. Kivágtuk az elmúlt héten a fákat, amik kivágásra lettek tervezve. Most éppen a táblákat szereljük össze, és mai nap kikorlátozzuk ezt a szakaszt. Folyamatos forgalom, lassítás és terelés lesz. Megpróbáljuk ezt olyan szinten folyamatosan véghez vinni, hogy az a nyomvonal alakuljon ki, amely a végleges lesz, ami azt jelenti, hogy kétszer egy sáv, egy pici íves felületekkel, egyrészt, hogy a járókelők, az autótulajdonosok is hozzászokjanak, hogy itt a kétszer két sáv ugye az megszűnik. Nekünk munkaterület kell, tehát szegélyt kell építeni, különböző közműveket kell még elhelyezni, hisz ugye a kandeláberek kicserélődnek, annak új vezetéket kell építeni, öntözőrendszer lesz, annak új vezetéket kell építeni, tehát folyamatosan helyet kell magunknak biztosítani, és ezért csak kétszer egy sávon tud a forgalom menni. Nyilván türelem kell, reméljük, hogy mindenkinek lesz, mi is azon vagyunk, de hát enélkül nem tudunk dolgozni. A DRV tájékoztatása szerint ők körülbelül ilyen november végére fogják átadni a két új cserélt szakaszukat, tehát azt jelenti, hogy addig valószínűleg ezen a területen tudunk, és úgy tudunk majd az önkormányzat fele haladni. Persze sok mindentől függ, mert mint ahogy említettem, ugye itt közben kábeleket kell fektetni és egyebet, tehát bonyolultabb annál, hogy én most itt egy ütemtervet tudjak mondani. Egy biztos, hogy a forgalmat biztosítjuk kétszer egy sávban. A megállások viszont folyamatosan meg fognak szűnni, tehát a környező helyeken kell megállni. És még egy tájékoztató a lakosság részére, hiszen itt állunk a buszmegállónál, a Künczelszau téren, ami pedig ugye áthelyezésre kerül a Kossuth-Lajos utcába. Jelenleg még itt üzemel a buszmegálló, terv szerint szerda reggeltől a Kossuth utca 4 szám alá fog költözni, ami azt jelenti, hogy a tábla átkerül, itt megszűnik a megálló, buszok már ott fognak szerda reggeltől megállni.